6 helyen változtatott az FTC vezetőedzője a csütörtöki Európa Liga csapaton. Most először került be a kezdőbe a francia Bujama. Nem igazán reklamált, de nem találta el jól ezt a találkozót. Itt közben egy csel sorozat, amelynek végén azért van belépő láb. Gruber Zsombor próbált megindulni. Bujamáér hozzá a labdát. A vendégek vezetőedző, akinek kifejezetten jó mérlökin, úgyhogy azért nem minden szempontból fejeli vissza. Bujamá, egy piruett, Vingó, Bujamá, Sigér próbálja kihozni a Ferencváros. Vécsei tovább, és ez eddig szép is, Bujamá, Golyák. Rohan Vingó, picit hosszú a labda, ahol többek között ő is a pályára lépett, és utána azt mondta, hogy semmilyen fájdalmat nem érzett, 65 percen keresztül szerepelt Szolnoki Roland. A kérdés, hogy mennyire boldogan áll majd fel a kanapéról. Bujamá, Knuste, Vingó. Jelesik Bujamá. Ugyanannyi pihenője lesz a két alakulatnak a csütörtöki meccs előtt. Nyilván nagyon más, hogy nem. Brandon. Jó nagy kiáltás, Bujamá lépett oda, és ez sárga lap lesz. Ez sajnos lehet, hogy súlyosabb sérülés is. Az előző hétvégén a második csapatában játszottam. Az tény, hogy ki van adva a játékvezetőknek, hogy engedjék a kemény. Rubertől könnyedén elveszik. Törékeny legény, tehát ha neki fáj, akkor tényleg fáj. Bujamá. Bujamá. Kis területen próbálja járatni a Ferencváros. Bujamá felé, Bujamá veszi át, nem jön be az esernyő. Vécsei. Bujamá, Bujamá lövi el! Ebben több volt, szemben volt a kapuval, és azért ez 16 méter. De marad az 1-0-ás Puskás Akadémia vezetés. Puszter! Bujamá! Traoré. Traoré gyorsít fel. Bujamá. Vingó egyel hátrébb. Sigér. Vécsei megint. Sigérhez nem jut el. Gruber emeli ki. Nagyon jó látni, hogy olyan fiatal játékos, mint Gruber is lehetőséget kap kezdőként. És akkor innen folytatódik. Traoré. Akkor a mezőköves győzte le. Na most Bujamá kiállt egy nagyon... Bujamá. Traoré. Ért a kapu előtt is magabiztosabb volt, és kihasználta a lehetőségeit. Most ez például csütörtökön a helyzetkihasználásban egyértelműen a Ferencváros fölé nőtt. És egyet a Ferencváros első csapatában egy bő 50 percet már az NB3-ban, a második csapatban futballozott múlt héten. Ha egy is volt, aztán Főkruk tudott még szépíteni. Bujamá.
Bucsama tudott megnyerni az Alaegerszeg ellen, de ugye közben volt a Debrecennel szembeni Magyar Kupa negyeddöntő is. Marke köklöz. Bucsama, az még jó lehet, úgy Barátért hoz. Itt van még egyszer. Bucsama kiállt egy óriásit, újabb lap, ez most Puligyicsi, mind a két gólszerző besárgult, és Puligyicsinak már volt egy. És ez lehet, hogy fordulópontot hoz majd. Még a 24. percben Sigér, Vingó. Bucsama venni át. Jön Máj és jön Marquinhos a Ferencvárosba. Bucsama, Botka fejel, Markek. Itt van még egyszer. Nincs is miért 11-est ítélni. Baden Fredriksen lesz az egyik, aki lejön. Jó a fejes. Vingó ment. Auszki tovább. Vingó. Kicsit más a testbeszéde, mint néhány korábbi alkalommal. Bucsama. Vingó rohan. Bucsama. Az erős. Az biztos nem a kapuba ment. Golyák. Bucsama. Megfordult Mexikóban is. És most az NB1-ben bizonyít. Bucsama lő. Marquinhos. Ahhoz ki a jobb. Kovácsevics. Barát. Bucsama. Brandon. Dingo. Bocsát, Bucsama az, Bucsama. Ahhoz ki, most Vingó, be középre. Nem volt les, ezt nem így szeret. Elpattan Grubertől, Bucsama, Maé. Vingó, Bucsama. Barát. Bucsama. Botka. Leverkusen elleni párharc két meccse között van ez a találkozó. Ornyák Zsolt azt mondta, hogy szerint ez nem számít. Ezért ez egy láthatóan felforgatott Ferencváros. Bucsama. Muster. Barát. Bucsama. Szagál. Muster. Marquinhos tovább. Bucsama. Marquinhos kap szabadrugást. Marquinhos. Bucsama. Ott nem volt csapattárs. Ornyák Zsolt először győzhet csapatával az Ülői úton. Bucsama. Auszki. Ellövi. Még nem jöhetett vissza egyébként Komára. Kovácsevics viszont most hozza. Bucsama. Vingó. Fáborov föl. Jó néhány perc. Bucsama.
Segítene a szélen, Kohli. Tovább. Budzsema. Marquinhos. Szagál. Budzsema. De jogos is. A Paks ellen talált be. Eddig egyedül, még novemberben Botka, akkor is a